Robert Fico tavalyi visszatérése óta Szlovákia miniszterelnöki székébe megszüntették a korrupciós ügyekkel foglalkozó különleges ügyészséget, korlátozták a sajtószabadságot, átírták a büntetőtörvényeket, a külföldi finanszírozású, így magyar civil szervezeteket külföldi ügynöknek bélyegezték, az ország tehát látványosan oroszbarát fordulatot vett. Kérdés, hogy a Robert Fico ellen elkövetett május 15-i merénylet megakasztja-e ezeket a folyamatokat, vagy a szlovák társadalom valóban a polgárháború küszöbén áll, ahogy a belügyminiszter fogalmazott. A következő enigma a szlovák polgárháborús helyzettel foglalkozik. Nézzenek minket!